Szeretettel köszöntöm mindazokat, akik valami más program helyett bennünket választottak a ma estére. Mindjárt az elején elindítanék egy lapot. Hadd kérdezzem, van-e olyan, aki most először van a házban? Igen? Igen, akkor. És van-e olyan, aki a Párbeszéd háza heti hírlevelét még nem kapja? Jó. Akkor amennyiben a sok értékes programról szeretnének első kézből vagy gyorsan hírt kapni, ez a heti internetes hírlevél megy ki. Ha olvashatóan kiki írja a nevét, e-mailjét, akkor remény van rá, hogy hamarosan fogja kapni. Én elindítom, és akkor fotósok is feliratkozhatnak. Új ember is. Egy pár dolgot hadd mondjak előzetesen, hogy a háznak a programjaival kapcsolatban jelenleg van egy kiállítás itt a magasföld szinten, az a cím ennek, hogy ahol a ég és föld összeér, találkozik a korszerű templomépítészet 1945 utáni képek az országból. Gyukics Péter fotóművésznek a kiállítása látható. Szép, jó alkalom lehet, ha valaki ilyen környezet vagy képek segítenek az elmélyedésben. Tudom ajánlani akár egy negyed óra, fél órás, ilyen lassú menetben végignézni a magasföldszint és az Arupeterem a hat helyszínt annak a fotókiállításnak. A másik, ami itt fönt fölöttünk most formálódik, egy új kiállítás, amit alkottam, jó az a címe. Ez az, amit meghirdettünk tavaly decemberben egy pályázatot, hogy az volt a célja, hogy ilyen inspiratív dolog, módon, hogy valahogy fókuszáljanak az alkotóművészek, képzőművészek, iparművészek arra, hogy a világ gyökerében és minden, ami van, abban valami gyönyörűség és megismételhetetlen kincs és érték van. És hát az a legnagyobb kunst, hogy ha valaki azt meg tudja mutatni másoknak. És egy kicsit ugye rímmel a Jóisten szavára, amikor hátradől, hogy na hát, amit alkottam, jó, hogy valahogy így alkossanak. Közel 300 kép vagy alkotás érkezett, és ebből 36-ot állítunk ki, pénteken este 6-kor fogjuk megnyitni a kiállítást. A szombat egy nagyon súlyos nap lesz itt a házban, legalábbis program reggeltől estig, ilyen szervezett program. Az egyik elkezdődik, ugye 3:49-re várjuk azokat, akik csöndes szemlélődő imanapon részt akarnak venni. 9-kor elkezdjük otthon a labirintusban, egy ilyen mobil labirintust használunk. Elcsendesedés, körülbelül egy óráig szoktunk együtt lenni. Azt követi egy tényleg sajátos passió, egy személyes passió, az az alcíme, hogy avagy a mi Úrunk Jézus Krisztus kínszenvedése mind a négy evangélista és Horváth Márk szerint. Ez körülbelül 2 éve itt az Odri színpadon lement, akkor mint egy ilyen vizsgadarabját játszott a Horváth Márk, nem tudom, valaki hallott-e róla vagy látta. Nekem fölkeltette akkor az érdeklődésemet, megnéztem. Hát most itt is látható lesz. Egy személyben néha olyan, annyira benne van a báb játék szakrális gyökereiben és annak a föltámasztásában és az egyéni élet bevitele a bábon keresztül a történésbe, hogy néha olyan kicsit szentségtörő módon is fogalmaz, mert a emlékedéseiben fölmerül, hogy vajon lehet-e úgy értelmezni például a katolikus szentmisében az úrfelmutatás, mint egy bábnak a felmutatását. Ezt jól is lehet érteni, ugye itt most éppen jezsuita spiritualitással fogunk majd jobban ismerkedni Lukács atya segítségével, és abban pedig hát mindig az egy jelszó, egy vezető gondolat, hogy nézzük, hogy első, ha nem értünk valamit, tudjuk-e jól magyarázni a botránkozások helyett. Aztán ezt követi egy jezsuita, fiatal jezsuitának a ilyen provokatív címe, hogy tényleg én vagyok én. Jól ismerjük Kajtor Domonkost, egy kedves fiatal
jezsuita, és hát ő fog majd elmélkedni. Vagy csak a külvilág marionettbábja vagyok, saját magamnak elképzelt valóságban. Ez szombaton este 6-kor lesz, majd érdekes, hogy előkerül a marionett figura, előtte egy 2 órával, 1 órával pedig majd a báb világában leszünk, és tudjuk a maga a szó is, a marionett figura, ez is utal a szakrális gyökerekre, a Máriácska, tehát amikor a templomban nagyon, templomokban nagyon elterjedt volt a bábozás, és szakrális értelemben. Még áprilisból még egyet említenék, ami elkezdődött a Vászon Krisztus szeptemberben sorozatunk, ahol egy jó film megtekintését követően meghívott vendéggel egy aktuális társadalmi kérdésről beszélgetünk. Itt a meghívott vendég majd április 30-án Várszegi Asztrik lesz, a kísérőfilm a Sziget, Lunginnek a filmje, és a téma pedig egy bűntörténete, és hát itt nyilván a megbocsátás, újrakezdés lehetősége az agyonsebzett társadalmunkban, hogyan is nézhet ki. Ez lesz majd tehát április 30-án. Több minden lesz, egy még a jezsuita hát kontextusban, jezsuita hivatások emlékeznek, talán itt volt Szabó Ferencnek egy nagyon kedves estje, még a mennybe menetele előtt, még a Parma Fidei díj megkapása előtt egy nagyon szép, jó beszélgetés vele. Aztán most majd Nemeshegyi Péter lesz a második ilyen kiemelt meghívottunk, életútja, hivatása május 10-én este 6-kor, és majd júniusra Bustó Péter atyát terveztük be, reméljük az egészsége fogja engedni, hogy jöjjön. Itt egyébként oldalt elég sok példányban lehet látni a különféle programjainkat, ajánlom figyelmükbe, hogyha valaki szeretné. És akkor a mai este ugye hogyan formálódik át az, aki igent mond a jezsuita hivatásra, az az egyik aktuális kérdése a globális rendünknek, vagyis a Jézus Társaságának érvényes Magyarországon is, hogy vajon miért is nem formálódik olyan mértékben egy jezsuita a célnak megfelelően, ahogy szeretnénk, ahogy várjuk, saját magunkra is gondolunk mindannyian ilyenkor. És hát ez, ami előkerült az utolsó rendgyűlésen, 36-os gyűlésen, ugye ez is be lett idézve a kis csalogató szövegbe, ez a mondat, ez a tény. János atyát azt hiszem nem kell olyan nagyon bemutatni, egy pár szót azért mondanék, úgy látom legtöbbüknek személyes ismerőse is, különböző alkalmakkor az életük útja, meg az ő élete útja kereszteződött. Ugye sokat dolgozott épp a formációban, novícius mesterként, mindjárt ahogy belépnek fiatalok, a későbbiekben is figyelte, és kísérte, és kíséri a figyelemmel az útjukat, tud segíteni, mint provinciális is, hát alapvetően szívén hordta ezt a kérdést. És hát most fönndobogókön a Manrézában is tulajdonképpen ez a jezsuita, vagy a Szent Ignáci spiritualitásnak az emberformáló szempontja nagyon erősen jelen van, hiszen hát ez lehet, hogy jó leség egy kicsit elvonulni minden, de hát leginkább arra jó minden elvonulás, meg Istennel találkozás, hogyha úgy egy kicsit hagyjuk, hogy a Jóisten formáljon, ez pedig hát néha kényelmetlen, néha komfortzónából kimozgat, és igazság szerint azt gondolom, hogy mindenki mondhatja, hogy azt tekintheti igazából valódi találkozásnak a Jóistennel, amikor úgy visszanézve azt látja, hogy a mai napon kicsit más, mint a tegnapi nap. Hát akkor én ennyi bevezető után el is hallgatok, hogy az előadásodat köszönöm szépen, hogy elvállaltad, hogy jössz, és akkor ha innen akarsz beszélni, ez be van kapcsolva, és ott már ő már élesítette azt a mikrofont is. Köszönöm szépen, szeretettel köszöntöm mindnyájukat.
Legközelebb, ha előadást tartok, akkor a Kajtó Domit fogom megkérni, hogy adjon címet neki, mert akkor sokkal blikfangosabb lesz, de lehet, hogy ez a mostani előadás remélem, hogy érdekes lesz annak ellenére, hogy a címe talán nem annyira, még talán azt az alcímet még adhattam volna, odafért volna a plakátra, hogy pillantás a jezsuita rend gépházába. Arról van szó, hogy, mint a Szabolcs atya említett, egy rendgyűlést tartottak a jezsuiták, ami néhány évente esedékes nálunk. Én nem voltam ott, hanem a Elemér atya volt ott, aki azóta provinciális lett. Úgyhogy érdeklődéssel olvasgattuk a meghozott határozatokat, szövegeket. És egy ilyen érdekes néhány mondatot találtunk. Ma azzal a kérdéssel szembesül társaságunk, hogy miért nem változtatnak meg bennünket olyan mélyen a lelki gyakorlatok, ahogyan azt szeretnénk. Vajon életünk, munkáink, életstílusunk mely elemei akadályoznak meg bennünket abban, hogy Isten kegyes irgalmassága átformáljon minket. A jelen rendgyűlés mélyen meg van győződve arról, hogy Isten egész társaságunkat mély lelki megújulásra hívja. Ez a néhány mondat, amivel szeretném bekötni a mondókámat így a társaság egészének a kérdéseibe. Nem tudom, hogy kell-e ecsetelni, hogy milyen jelentősek ezek a kérdések. Ugye a lelki gyakorlatok, gondolom, hogy így a legtöbbeteknek ismerős. A mai, nem is csak a katolikus egyházban, hanem a kereszténységben talán az egyik legerősebb lelkiség, eleven lelkiség, a Szent Ignáci lelkiség. Dobogókönnek tanulja vagyok, jönnek emberek, szeretnének változni. Úgyhogy a lelki gyakorlatok az ugye a jezsuita életnek a szíve, legfontosabb eszköz számunkra, és hát kicsit, hogy mondjam, ciki, hogy magunkra ezt kell mondanunk, hogy nem változtat meg úgy a lelki gyakorlat, mint ahogy azt szeretnénk. Miről van vajon szó? Talán csak arról, mint a ugye a cipésznek Lukas a cipője, meg a fodrásznak kócos a haja, meg hasonlók, vagy pedig valami több is van e mögött vajon. Nem könnyű elindulni ezzel a kérdés felvetéssel, legalábbis elég sok beszélgetésbe belekezdtem, mert nagyon izgatott ez a dolog jezsuitákkal, és hamar elakadtak ezek a beszélgetések, mert volt, aki hát így elkezdett hosszan beszélni arról, hogy őt mennyire megváltoztatta a lelki gyakorlat. Hogy ő a maga részéről gyakorlatilag nem érti, hogy mit mondott a rendgyűlés. Más valaki mondta, hogy hát ő szerinte az egyáltalán nem egy exakt mértékegység, hogy mennyire mélyen változtat meg valakit a lelki gyakorlat. Azt hogy lehet lemérni, hogy mennyire mélyen? Tehát, hogy erről igazából nagyon nehéz beszélni. Akkor megint más valaki azt mondta, hogy hát tulajdonképpen azért nem állunk olyan rosszul, összehasonlítjuk magunkat más szerzetes közösségekkel. Hát nincs szégyenkezni valónk, nehéz ez a 21. század, ugye. Aztán van, aki meg azt mondja, hogy baj lenne, hogyha most elkezdenénk egy ilyen köldöknézést, hogy elkezdenénk magunkat vádolni, mert nem vinne előre sokkal jobb azokkal a dolgokkal foglalkozni, ahol élet van, és hogy persze sok probléma van nálunk, de hogy hát ilyen az ember, ilyenek vagyunk. És hát ezen kívül pedig, hogyha választ keresnénk mégis erre a kérdésre, akkor nagyon fenyegető lenne, hogy valami irtózatosan bonyolult analízisekbe kezdenénk, hogy ez az egész posztmodern világ, meg ahogy az emberek felnőnek, belépnek hozzánk. Szóval rengeteg akadálya van annak, hogy változzunk. Úgy, ahogyan az Isten lelke indít bennünket. Másik veszély pedig az lenne, hogy valamilyen egyszerűsítő félmondattal elintézzük az egészet, hogy na, jezsuiták túl liberálisak, vagy túl ilyenek, vagy túl régi módiak, vagy túl olyanok. Szerencsére, ja nem, először még igen, szerencsére, a Szent Ignáci lelkiségnek nagyon sok olyan kincse van, amelyek hát nagyon értékesek. Csak egy néhány példaként felsoroltam egy néhányat. Valószínűleg, hogyha ezek közül valamelyikről tartanék előadást, akkor az egész vonzónak hangzana, mert sokakat érdekelnek ezek a témák, pláne, hogy most a
pápa is tolja ezt a szekeret, ugye a szellemek megkülönböztetése nagy téma. Az egzámen, ugye a lelkiismeretvizsgálat, ahogyan a Szent Ignácnál imádságá változik. Aztán a nagy döntéseket, hogyan lehet Isten szín előtt meghozni bensőleg szabadon, amennyire emberileg lehet, figyelve a lélek indításaira. Szóval ezek a nagy témái a Szent Ignáci lelkiségnek. Emlékeztetőül gondoltam felidézni ezeket. És akkor a mi kérdésünk az tulajdonképpen arra vonatkozik, hogy Szent Ignác nagyon szerette ezt a kifejezést, hogy a társaság teste, valószínűleg inkább egy emberi test jelent meg a lelki szemei előtt, mint egy hajótest, de minden esetre a kérdés, amivel most foglalkozni szeretnék, azért nagyon izgalmas számomra, mert mindezeket a kincseket, hát nem egyedül a Jézus társasága hordozza, mert vannak más szerzetes közösségek is, amelyek ugyanezt a lelkiséget ebből táplálkoznak, és ezt tartják életben. Vannak remek magánemberek is, akikben él Szent Ignác lelkisége, de mégiscsak egy nagy hajó, amelyik ezeket a kincseket hordozza. És lehet, hogy nem is egy ilyen konténerszállító, hanem egy mondjuk egy ilyen utasszállító, valami nagy óceánjáró lenne a jobb kép. Tehát arról van szó, hogy rengeteg kincset tudunk mutatni embereknek, megosztani másokkal, rengeteg programot működtetünk, igyekszünk ezeket érdekessé tenni, tartalmassá tenni, fönn dobogókön igyekszünk mindent megtenni, amit rajtunk múlik ahhoz, hogy az élő Istennel való találkozásra vezessünk el embereket. És mindeközben időnként azért jó, hogyha ránézünk arra is, hogy ez a nagy hajó, ami mindezt a kincset hordozza, az milyen állapotban van. Szóval egy ilyen figyelem felhívás a 36. általános rendgyűlésé. Lehet, hogy én a mérnöki múltam miatt izgatnak ezek a kérdések. Én, hogyha mondjuk egy ilyen nagy hajón azt látom, hogy így egyre lassabban megy, meg így egyre lejjebb, kevesebb van már így a vízszintig, akkor engem kevésbé érdekel, hogy milyen szépen szól a zene mondjuk a fedélzeten, vagy hogy finom-e a fogás, amit föltállalnak. Én akkor szeretek eltűnni, mondjuk egy gép megnézni, hogy akkor mi lehet a baj, vagy mi történik. Tulajdonképpen rögtön ketté osztanám a kérdést, hogy alakítanak-e a lelki gyakorlatok. Ezzel a kérdéssel nem szeretnék túl sokat foglalkozni, mert azt hiszem, hogy számomra ez nagyon evidens, hogy igen, ezért keresik ilyen sokan, akik egész más lelkiségi közösségekhez tartoznak is, mert azt remélik és azt mesélik egymásnak emberek, hogy a Szent Ignác lelki gyakorlatai tényleg mélyen ható, mélyről induló, messze vezető átalakulásokat tudnak elindítani. Nem akarom azt mondani, hogy mindent olyan remekül csinálnánk, rengeteg tanulnivalónk van ezen a téren is. De azt hiszem, hogy az igazi kérdés az nem ez, hanem egy másik. Hogy a lelki gyakorlatok alakítanak-e hosszú távon? Tehát, hogy mondhatjuk-e, hogy aki elvégzi a lelki gyakorlatot, vagy akár visszatér egy néhány év múlva, mondhatjuk-e, hogy az ő élete meg fog változni? És erre a kérdésre nagyon érdekesen válaszolnak a korai jezsuiták. Néhány évvel Szent Ignác halála után elkezdtek dolgozni azok, akik a legjobban tudták a lelki gyakorlatot adni, olyan jegyzeteken, amelyeket aztán direktóriumnak neveztek el, amik arra vonatkozott, hogy ők személyes tapasztalataik alapján mit hangsúlyoznak, mire figyelnek, miközben lelki gyakorlatot tartanak valakinek. És nagyon érdekes megjegyzéseket találunk annál a résznél, ahol arról van szó, hogy aki befejezi a lelki gyakorlatot, annak mit érdemes elmondani. Könnyen megfázhat az, aki meleg helységből kimegy a hidegre, ha csak a teste melegét valamiképpen meg nem őrzi.
ugyanígy, aki elvégezve a lelki gyakorlatokat, visszatér a mindennapi életébe és tendőihez, könnyen és egyhamar felhagyhat a buzgósággal, és elfelejtheti a kapott megvilágosodásokat. Ezt írták, hát 1599-ben jelent meg, tehát körülbelül valamikor az előtte 10-20 évvel írhatták ezt. Hiszen mindaz, amihez hozzájutott, a lelki gyakorlatozó igazában még nem erénye, még nem verhetett gyökeret benne. Csak olyan átmeneti állapot ez, amiből egykönnyen semmi sem, vagy csak nagyon kevés marad meg. Ezzel pedig lelki gyakorlatának minden erőfeszítése és minden gyümölcse kárba vész. Ugye, ahogy dobogókön hétről hétre tartunk lelki gyakorlatokat, az egyik legmegrendítőbb rész mindig a záró kör, csöndben imádkoznak az emberek, és akkor a végén egy pár szóval egymás számára is elmondják, vagy egy-egy fölcsillantják, hogy mi történt az Isten és ő közöttük, és akkor mindig van egy kis megtorpanás, hogy tulajdonképpen mi, hogyan is fog ez tovább menni. Csöndben, gyönyörű kilátás, néha jönnek őzek, vagy nem tudom, amiket meg lehet nézni, és hogy teljesen más a környezet, mint a megszokott városi környezet, és hogy lehet majd valahogy megtartani azt, ami történt. És akkor sokan kezdenek így gondolkozni a lelki gyakorlatról, ami nem volt Szent Ignácnak a gondolata, hogy hát akkor így, mintha egy biciklit, mintha felpumpálnának dobogókön mondjuk, és akkor utána, hát akkor megy, ameddig, amíg megy, és amikor már úgy nagyon lapos a gumi, akkor megint kell menni egy lelki gyakorlatra, megint feltöltődni. Szóval nyilván ez egy nagyon általános tapasztalatot fejez ki, most kicsit viccesen fogalmazom, de valami más az, amiről ezek az első jezsuiták beszélnek. Még egy kicsit folytatom ezt, szintén ugyanonnan. Aki lelki gyakorlatát befejezi, értse meg, hogy egyelőre semmi más nem történt vele, csak az, hogy Isten jó magja el van vetve a szívében. Ez még valóban semmi, vagy csak nagyon kevés abban az esetben, ha a magot nem segíti kikelni, és a maga idején termést is hozni. Tehát az volt a meggyőződésük ezeknek az első rendtársaknak, hogy valami, így lehetne mondani, hogy két dologról kell meggyőződve lenni. Az egyik, hogy valami nagyon fontos történt a lelki gyakorlaton, hogy az Isten és az ember között létrejött, vagy meg tudott erősödni a kommunikáció, hogy az Isten tényleg cselekszik az ember lelkében, és másrészt meg, mintha semmi sem történt volna. Kivéve, hogyha az ember odafigyel arra a magra, amit az Isten elvetett a lelkébe. A kérdés most már az, hogy hogyan lehet azt megérteni, hogy tulajdonképpen minek is kellene történnie a lelki gyakorlat után. Hogyha valaki kezdi megismerni a jezsuita lelkiséget, akkor nagy valószínűséggel előbb-utóbb oda talál a lelki gyakorlathoz. Erről van egy remek kis könyv, amit Szent Ignác megírt, és rengeteg tanulmány. És ennek a könyvnek és ennek a rengeteg tanulmánynak mindaz a célja, hogy segítsen megérteni ezt a nagyon titokzatos lelki folyamatot, ami akkor történik, hogyha valaki egészen kiteszi magát az Istennek, és megkikapcsolja mondjuk a mobiltelefonját, és elkezd imádkozni. Nagyon személyes az út, mindenkié más, és ugyanakkor valahogy mégiscsak meg lehet keresni, hogy annak, aki mondjuk egészen kezdő, éppen hogy csak besétált, milyen dolgok szoktak segíteni. Ugye a lelki gyakorlatoknak tulajdonképpen ennek a kis könyvnek ez a felépítése, hogy elmond egy csomó tanácsot, amivel a lelki gyakorlat kísérője tudja segíteni ezt a lelki folyamatot, és körülbelül úgy lehet tájékozódni ebben a folyamatban, hogy milyen gyümölcsök várhatók. Tehát például az első ilyen utasítás, hogy az fog tudni igazán belépni a lelki gyakorlatba, akinek segítünk
valahogyan megízlelni az Isten szeretetét. És nagyon remek szentírási részek vannak, amelyek az Isten szeretetét segítik megízlelni. Beszélgetések ezt segítik, maga a lecsöndesedés. A természet rengeteg csatornája van annak, hála Istennek, hogyan az Isten az ő szeretetét velünk meg tudja éreztetni. És akkor általában az szokott történni, hogyha valakit tényleg komolyan megérint az Isten szeretete, akkor azt is megsejti, vagy tudja rögtön, intuitíve, hogy ő benne mennyi akadálya van ennek a szeretetnek, hogy hányféleképpen él másképp, mint ahogyan az Isten szeretetéből ez fakadna. Hogy hányszor, vagy milyen tipikus módokon tér el ettől a szeretettől. És akkor már is ott vagyunk, ott, amit az első hétnek szoktunk nevezni a lelki gyakorlatos könyvben, hogy kezdem látni a bűneimet, kezdem érzékelni a mélységüket, és azt, hogy Isten irgalma, szeretete mindezek közepette is. Sőt, éppen, hogy miközben ezekkel megyek hozzá, akkor tud olyan mélyen eltölteni, mint ahogy az korábban talán nem is gondoltam volna. Tehát ugye van egy ilyen belső dinamikája, ezt a szót szoktuk használni, annak, hogy kibontakozik egy lelki folyamat az Isten és az ember között. Amiről ritkábban szoktunk beszélni, az, hogy van egy másik folyamat is, amit Szent Ignác nagyon precízen megismert, és amiről írt is, és amit hát így röviden úgy mondhatunk, hogy ez a jezsuita képzés. Tehát, hogy az a helyzet, hogy lelki gyakorlatokkal bárkinek tudunk segíteni ezen a lelki úton, és utána is sokan folytatják azokat az imamódokat, sokan keresnek lelkivezetőt maguknak, tehát sok módja van annak, hogy tudunk mindenkit segíteni a lelki gyakorlat után is. De azok, akik vállalják azt, hogy még így Ignác hatásának, mesteri vezetésének kiteszik magukat, azok beléphetnek jezsuitának, és akkor egy másik folyamat kezdődik az ő életükben, amelyik rácsatlakozik erre a lelki gyakorlatos folyamatra, de sok különbség is van. Tehát az egyik az csöndben, visszavonultságban történik, a másik az közösségben. Az egyikben így a lelki megmozdulásokra való figyelem az elsődleges, hogy milyen módon szólít az Úr, hogy milyen kegyelmeket ad, hogy ezeket hogy tudom megköszönni, hogy ebből hogy tudom megszólítani az Istent. A másikban sokkal inkább ezek is fontosak, de ezek mellett sokkal nagyobb jelentőséget kezd kapni, hogy milyen módon alakulnak a szokásaim, régen erényeknek mondták, jellemvonások, hogy mindazok, amit hozok magamról, magammal otthonról, vagy egyáltalán így egy adott kulturális környezetben, ahol fölnőttem, ezek hogy kezdenek összhangba kerülni a lelki dolgokkal, a lelki tapasztalatokkal. Ez sokkal hosszabb folyamat, és a gyümölcsei is mások. Egy átformált ember, akinek képes egy jezsuita közösségben úgy mozogni, hogy nem töri össze így a kegyelmi ajándékokat, amelyeket személyesen és közösen is kap a közösség, aki tanult, felkészült, feladatokat lehet rábízni, és aki képes úgy dolgozni jezsuitaként, hogy a munkája az egyben az Isten tapasztalattal valahogy nagyon közel van. Tehát, hogy nem egyszerűen csak imádkozik, és aztán akkor egy idegen, nyers világban munkát fejt ki, hanem azt úgy mondjuk, hogy képes a tevékenységben is szemlélődni. Tehát képes arra figyelni, hogy az Isten hogyan dolgozik, hogyan működik, és képes erre rácsatlakozni kreatívan, szorgalmasan, stb. Igen. Na és akkor a nagyon érdekes dolog, amiről szeretnék most voltaképpen beszélni, ez az, hogy ez a két ignáci folyamathoz tartozik két forrás, tehát két szöveg, és ezt a két szöveget nagyon eltérő módon használjuk.
Ugye az egyik, mind a kettő között sok hasonlóság van. A lelki gyakorlatok ugye egy négy szakaszra osztja ezt a lelki utat. A rendalkotmányban négy rész szól a jezsuita képzésnek, vagy a jezsuita életnek négy különböző szakaszáról. Ez egyébként egy olyan különlegessége a jezsuita rendalkotmánynak, vagy a Szent Ignác gondolkodásának, amit általában mindig ki szoktak emelni, hogy például amikor Szent Benedek írja a regulát, akkor ő nagyon logikusan a közösségi élet nagy témáit sorra veszi. És mindegyikhez nagyon gyakorlati, praktikus megjegyzéseket fűz. Szent Ignác, amikor megírta az ő verzióját, nagyon használta a Benedeket is egyébként, meg ami még a rendelkezésére állt, akkor elkezdték rögtön kritizálni a legközelebbi rendtársai, hogy kicsit érthetetlenre sikerült a dolog, mivel hogy ő azt választotta az Ignác, hogy először ír a noviciátusról, tehát akik belépnek, aztán utána a tanuló rendtagok, aztán utána van egy harmadik probációnak nevezett időszak, aztán akkor utána azok, akik már ünnepélyes fogadalmat tettek. Tehát így követi a jezsuiták életútját, és ezekhez ebből a szempontból ír. És ezért aztán az engedelmességről például, amik nagy téma mindig a szerzetes közösségeknél, itt is ír egy kicsit, ott is ír egy kicsit, amott is ír egy kicsit, és ráadásul mindig egy kicsit mást. Mivel hogy nyilván egész más egy a képen, hogy csak kezdi ezt az életet, meg az, aki már 20 éve jezsuita. És az Ignác ezt tudja követni, de első ránézésre, aki hozzá van szokva mondjuk a Benedek regulájához, az kapkodja a fejét, hogy itt mi történik. A lelki gyakorlatoknak hát nagy érdeklődés övezi. Az az érdekes, hogy ez az 1950-es évektől indult egy új érdeklődés. Akkor kezdték addig, jezsuiták, amikor lelki gyakorlatot tartottak, akkor prédikált lelki gyakorlatokat tartottak alapvetően. Tehát az idősek még elmondják, hogy jött egy csoport, és akkor napi 4 egyórás prédikáció dukált nekik, és azon kívül még mise. Úgyhogy túl sok csönd nem volt, túl sok személyes beszélgetésre nem volt lehetőség, persze azért gyónni lehetett, meg lehetett azért személyesen beszélgetni, de alapvetően arról volt szó, hogy lelki gyakorlatozó beszédeket hallgattak, ezen gondolkoztak, és hát imádkoztak. És akkor itt történt valami. Én például egy idős francia jezsuitával beszéltem, aki ott volt abban a lelki gyakorlatos házban, ahol elkezdték olvasgatni újra a Szent Ignác szövegét, és például abban az van, hogy aki adja az imádkozni valót, az ne beszéljen hosszan ezekről a dolgokról, mert hogy többet talál benne a lélek, hogyha a saját erejéből, tehát hogyha például egy szentírási részletet nem magyaráznak el egész részletesen, hogy mi mindent lehet abban érteni, hanem valaki közvetlenül elkezd imádkozni, és akkor amit ő talál, az számára fontosabb lesz. Nem a sok tudással lakik jól és elégül ki a lélek, hanem a dolgokat bensőleg érzékeli és ízleli. Ez volt így ez az egyik ilyen aranymondat, amit rájöttek, és kezdtek kevesebbet prédikálni, kezdtek többet hallgatni. Hát ez volt egy nagy lelki gyakorlatos megújulás, és ennek a tulajdonképpen a mai napig is évi több száz cikk és könyv jelenik meg ebben a témában. Lelki gyakorlatok különböző pontjairól, különböző csoportoknak, hogy lehet adni, stb. Egy nagyon élő terület. És elég jól értjük azt is, hogy miről szól ez az egész, tehát mi ez a lelki út, amin végigvezet, meg elég jó gyakorlati tudásunk van a részletekről is. Tehát ezt így tanítják egymásnak jezsuiták, meg nem jezsuiták közül is nagyon sokan, nagyon tehetségesen, hogy hogyan lehet így ezeket az egyes, mondjuk egy ima gyakorlatot úgy adni valakinek, hogy az tényleg a javára váljon. És ezzel szemben a rendalkotmánynál azt látjuk, hogy Szent Ignác a maga részéről ugyanilyen szorgalmasan megírta, ennek a folyamatnak, ennek az érési folyamatnak az instrukcióit, de ezen a téren csak egy megbicsaklott megújulástól számolhatok be. 1996-ban is volt egy rendgyűlés, ahol az történt, hogy kiadták újra a rendalkotmányt, amit azelőtt hát nem túlságosan használtak,
És úgy adták ki, hogy rengeteg lábjegyzetet tettek bele, rengeteg kiegészítő szöveget is, sok mindent kihúztak, sok mindent megváltoztattak, árnyaltak, azért, hogy a mai ember jobban érthesse, hogy miről is beszél a Szent Ignác. De alapvetően nem dobták el a régi szöveget, sőt, nagyon megrendítő az előszó, hogy azt remélték, és rengeteg munka volt ebben, akkori általános elüljáró a Kolvenbach atya, itt egy nagyon megrendítő előszót, hogy azért volt ez az egész rengeteg munka, mert azt remélik, hogy így a levéltárakból ez a szöveg ez vissza fog jönni jezsuiták asztalára, és hogy megint azt az inspiráló erőt, ami benne rejlik, ki fogja tudni fejteni a társaságban. És volt egy nagy lelkesedés, és különböző szép kiadások készültek, díszes kiadás, internetes kiadás, mindenféle kiadások történtek, de valójában az egésznek túl nagy eredménye nem volt, ez most már mennyi? Most már, igen, már 21 néhány éve. Tulajdonképpen a mai napig is nem találunk olyan cikkeket, könyveket, amik elmagyaráznak, hogy hogy is van ez a folyamat, mi Szent Ignác szemüvegén keresztül. Vagy hogy is lehet egyes részleteket úgy felhasználni a rendalkotmányból, hogy az tényleg segítsen fiatal jezsuitákat. Igen, tehát ezt körülbelül már elmondtam, hogy ami még fontos ennél a két folyamatnál, a két szövegnél, hogy nagyon hasonló a szemléletmód. Az kiderül a szövegből, mind a kettőben nagyon hangsúlyos az előrehaladás, az, hogy valamiképpen az Istenhez vezető útról van szó, ezt egyébként a jezsuita életre, ugye a rendalkotmány használja, nem a lelki gyakorlatok. Aztán ezek a szakaszok, és aztán az, hogy mind a kettő így alapvetően gyakorlatokra épül. Tehát nem annyira úgy működik, hogy elmondja, hogy milyennek kell lenni, és akkor valahogy próbáld megoldani, hogy majd olyan leszel, vagy pedig majd bizakodjál, hogy valahogy majd olyanná formálódsz, hanem ennél konkrétabb, nagyon gyakorlatilag egyik gyakorlat a másik után következik a lelki gyakorlatos könyvben, és még a rendalkotmánynak ebben a néhány részében is, és ezek egész jelentős kihívást jelentenek, amikor ezzel szembesül az ember, sokszor megijednek, lelki gyakorlatozók is így erről számolnak benne, kicsit ijesztő, csöndbe lenni, megpróbálni így ezekkel foglalkozni, de ugyanakkor nagyon sok támogatást is ad hozzá Szent Ignác szándéka szerint az, aki azt a folyamatot kíséri. És mind a kettőnek a jellemzője az, hogy aki előre halad ebben a folyamatban, az egyre inkább képessé lesz arra, hogy az Isten lelkére figyeljen és ő vezesse. Noviciátusban, hogyha így olvasgatjuk, hogy miket ír a Szent Ignác, akkor nagyon világos, hogy valamiképpen folytatja azt, amit a lelki gyakorlat elkezdett. Tehát, hogyha a lelki gyakorlat lényegét úgy értjük meg, hogy segít egy bensőséges, figyelmes, szerető, befogadó és kimondani és képes kapcsolatot mélyíteni az Istennel, akkor a noviciátusnak körülbelül ez a kiinduló pontja. És nem véletlen, hogy a nagy lelki gyakorlat a noviciátus elején szerepel, és utána azt szeretné a Szent Ignác, hogyha egy ilyen Isten közeli állapot határozná meg, hogy a noviciátusnak a mindennapjait. Tehát ilyen találomra kiválasztott mondatok, Isten szolgálatában mi segít, ezt keressék, hogy milyen, amikor úgy próbálják rendezni a dolgokat, hogy az áhítatban növekedjenek, Isten kézzelfoghatóbb legyen, döntéseikben kövessék Krisztus tanácsait, egy ilyen elkötelezett, nagy lelkűség, és még lehetne folytatni. Tehát egy ilyen Isten közeli állapot. Gondolom, hogy nem tudom, akik így már találkoztak jezsuita noviciussal, vagy egyáltalán jezsuitával, gondoljátok, hogy hát ez egyrészt nagyon szép, meg biztos, hogy nagyon sok segítséget lehet adni hozzá, de másrészt meg egyáltalán nem olyan egyszerű dolog egy ilyen Isten közeli állapotban élni. Akkor, amikor az embert már nem csicsergő madarak veszik körül, meg nem tudom, virágzó fák, hanem más
nem általa választott fiatalok, akik szintén szeretnének jezsuiták lenni, és hát ott a mindennapok sűrűjében azért elég hamar kijönnek a személyiségbeli különbségek, ki hogyan, egyik hangos, a másik visszavonulóbb. Az egyiknek erre lesz ideges, a másik meg arra. Tehát, hogy ezek az emberi jellemzők, ezek rögtön hamar az első néhány hét után visszajönnek a noviciátusban. Kérdés az, hogy akkor hogyan lehet ezt az Isten közeli állapotot valamiképpen őrizni? Mondanék egy példát arra, hogy hogyan tud az a segítség, amit a jezsuita képzésben adni lehet, túlvezetni azon, amik így a Szent Ignáci lelkiségnek az ismertebb elemei, például az egzámen. Tehát itt csak pár kulcsszót írtam ki, a lelki gyakorlatok 43. pontja ír el az egzáment, ugye ez egy imádság, adjak hálát, mint a nap végén Istennek a kapott jó dolgokért, nem csak úgy nekiesek, hogy na, akkor mit csináltam már megint rosszul, hanem belépek egy imádságba. Az Istenre kezdek figyelni, azokra a dolgokra, amik a legközvetlenebbül mutatják számomra a gondviselést, Isten szeretetét. Úgy is lehetne mondani, hogy így kalibrálom a tekintetemet. Addig, amíg nem találom meg, amíg nem nyílik rá a szemem, hogy az Isten hol volt ajándékával. Ezek lehetnek nagyon egyszerű dolgok is, általában nagyon egyszerűek is. Egy-egy beszélgetés, egy-egy gondolat, egy-egy táj. Addig ne kezdjek foglalkozni azzal, hogy mi ment rosszul. Mert amíg nem tudok az Istenre figyelni, addig nincs meg a mértékem ahhoz, hogy fölfigyeljek rá, hogy mi az, ami eltér tőle. Aztán kérjek kegyelmet, hogy megismerjem a bűneimet. Tehát, hogy az Istent kérem, hogy ő adja meg ezt az ajándékot, hogy érzékenyebb kezdjek lenni saját magamban az eltérésekre. Tehát nem is az, hogy most az én gyakorlatom ezt, nem, ez valahogy az Isten gyakorlata, és én szeretnék rá érzékeny lenni, és akkor így megyek végig a napon. Hát ez az egzámen imádság. Általában nagyon sokat tudunk segíteni ezzel embereknek. Hálásak, hogyha vezetett imaként bevezetjük őket az egzámenbe, és hogy tényleg nagyon tud alakítani, hogy az Istentől indul, egy rendszeres, önismereti jellegű gyakorlat, és oda vezet az Istennel való együttműködésre. Tehát akinek van már egy kicsi érzéke az Isten dolgaira, az sem megtanulhat finom indításokra válaszolni, és ez energiával tölt fel, ez tényleg nagyon segít a hétköznapokban. Amiről ritkában szoktunk beszélni, hogy mik a korlátai az egzámennek. Ezt általában nem szoktuk reklámozni, de mindjárt megmagyarázom, hogy mire gondolok. Ez talán ismerős, ez a nagyon egyszerűen kis pszichológiai eszköz. Úgy hívják, hogy Johari ablak. Így az önismeretnek a területeit szokták így négy részre osztani. Attól függően, hogy saját magam számára mi az, ami tudatos, és mi az, ami nem, és mások számára mi az, ami tudatos, és mi az, ami nem. Ez két szempont, összesen négyféle lehetőség van. Ott a bal felső sarokban nyilvános énnek nevezte, aki ezt a táblázatot csinálta, tehát mindenki tudja, hogy nem tudom, én egy jókedvű vagyok, vagy harsány valaki vagyok, vagy szeretem a nem tudom, jó kajákat, vagy szóval vannak így olyan területei az önismeretnek, amiket mások is tudnak, én is tudok róla. Ez azért jó, mert ezzel tudok viszonylag szabadon bánni. Ezzel tudok, próbálhatok változtatni rajta, tudok imádkozni, ha nem tudok változtatni, akkor kérhetek segítséget. Aztán van egy, ez a bal alsó sarok, egy olyan területe az önismeretnek, amit mások nem tudnak. Lehet, hogy van egy-két bizalmas ember, akivel meg tudom osztani, de csak akkor fognak tudni róla, hogyha én elmondom magamról. Jó, ez is világos. És aztán van olyan, amit hát mindenki lát rajtam, de én meg nem tudom magamról. Ha mondják, akkor meg valószínűleg ideges leszek, hogyha ne hülyeskedjetek, mert ez... Tehát ez, amit így vakfoltnak lehet nevezni.
És aztán van az, amiről meg hát se én nem tudok, se még a legjobb barátaim se tudnak. De ott van, nem tudatos, valahol a pszichémben, vagy a lényemben, vagy a génjeimben, vagy a idegrendszeremben, vagy ki tudja, ott vannak dolgok még. Mi történik, amikor egzámet végzek? Hát az történik, hogy valószínűleg először azok a dolgok jönnek, amik vagy a nyilvános én, tehát hogy nem tudom, valakit leordítottam, mondjuk, jaj, de hülye voltam, hogy leordítottam, uram, ez mi volt ez, hogy volt ez, nem tudom, tizen még tanúi voltak ennek, de az is lehet, hogy nem volt más tanúja, csak én, nem tudom, az autóban dühöngtem, és akkor nem tudom, megint ez az idétlen, nem tudom, mondtam, de valószínűleg az egzámenben ezek a dolgok jönnek első sorban, és nagy kérdés, hogy ki tud-e terjedni az egzámen mondjuk a vakfoltomra. Nem tudom, hogyha valakinek van tapasztalata erről. Valószínűleg igen, akkor, hogyha legalább valaki jelzett valamit ezzel a vakfolttal kapcsolatban, akkor nagyon praktikus lehet az egzámen, mert lehet, hogy este, hogy visszanézek, akkor rájövök, hogy beakad valamit ez mondott, csak oda se figyeltem rendesen, vagy annyira fájt, vagy annyira nem tudom. Az egzámen akkor tud kiterjedni a vakfoltra, hogyha valaki adott visszajelzést. Aztán a másik az ismeretlen én, se én nem ismerem, se más. Hát, hogy ez hogy tud lenni? Mert hogy egy lelki gyakorlatban, hogyha több napig az ember tud a belső dolgaira figyelni, akkor lassan-lassan oda is, lassan-lassan ott is meg tud ismerni dolgokat. De az egzámennek ugye vannak korlátai. Na most a kérdés az, hogy lehet segíteni azon, hogy mégis jobban, mélyebben azokon a területeken, ahol az egzámen nem, hozzá tudja magam alakítani az Isten sugallataihoz és kegyelméhez. Egy olyan dolgot említek, ami ugye a noviciátusban régebben tulajdonképpen nem én vezettem be, hanem már az elődöm bevezette, de nagyon sokat dolgoztunk rajta, hogy valahogyan elkezdjen tényleg hasznos lenni az, amit a rendalkotmány leír, hogy kell csinálni, csak nem gyakorlat valahogy. Nem mondták, nem tudtam megtanulni más novicius mesterektől, hogy lehet ennek egy olyan módját bevezetni, ami tényleg segít. Nem tudom, hogy ki az, aki már így általában így párkapcsolatban is ez kérdés, vagy családban is, vagy munkahelyen is. Hogy lehet úgy visszajelzést adni valakinek, hogy az tényleg segítsen. Hogy azt ne lepattintsa, ne visszafordítsa, hogy de hát te meg úgy. Nagyon nehéz. És mégis két rövid mondattal, de nagyon világosan le van írva, és aztán itt a kiegészítő szabályok, ez a 1996-os kiegészítés, hogy ezt ma is fontosnak tartja a rend. És igen, ezt szeretném csak tulajdonképpen mondani, hogy az volt nagyon érdekes, hogy leírtunk sok szabályt, hogy akkor hogyan készüljön az, aki visszajelzést fog adni. Hogyan készüljön az, aki meg akarja hallani a másiktól jövő visszajelzést. Hogyan imádkozzon. Hogyan próbálja a jót látni abban, amit hall. És ezek így ilyen nagyon jó lelkű fiatalok, akik az életüket az Istennek odaadják, belépnek jezsuitának. Tehát ilyen emberek. És hogy nagyon sok finom apróságon múlik az, hogy végül is sikerül-e ilyen módon visszajelzést adni, mondjuk arról, hogy nem tudom, bizonyos helyzetekben te kicsit túl erősen nyomulsz, és ezzel akkor másokat nagyon háttérbe szorítva érzik magukat. Ez most már számomra inkább csak egy emlék, de az nagyon kedves emlék, hogy így találkoztak noviciusok más külföldi noviciusokkal is,
És akkor büszkén kezdték mesélni, hogy nálunk van egy ilyen gyakorlat, hogy két hetente elmennek sétálni egymással, és akkor ilyen visszajelző beszélgetést tartanak. És hogy nagyon lehetett érezni, hogy egy közösséget formált, olyan dolgok, amiket korábban, vagy máshol ilyen nagyon nehezen lehetett csak kezelni, valahogy egyszerűen a csoport intelligenciája megnőtt ennek a gyakorlatnak az eredményeként. És minden évben újra kellett egy kicsit fogalmazni, mindig beszéltünk másodévesekkel, na jó volt ez így, vagy mit kéne máshogy. Picit az érzékenységeknek megfelelően kicsit újra kellett fogalmazni a szabályokat azért, hogy ez egy élő gyakorlat tudjon maradni. Aztán ugye van egy másik, ez kicsit már még meredekebb. Tehát ott van az a nagy jobb alsó kocka, ugye, ahol nem látok be se én, se a barátom, vagy az elöljárom sem. És nagyon, nem tudom, akik így ismertek szerzeteseket, papokat, de nem is kell szerzetesnek vagy papnak lenni. Sokszor előfordul az, hogy az ember olyan döntésekre, amik fiatal korában meghatározták az életét, úgy néz vissza, hogy fú, hát fogalmam sincs, hogy nagyon naív voltam, fogalmam sincs arról, hogy mi minden lakott még bennem. Hogy olyan dolgok határoztak meg, amikről nem is tudtam. És meghoztam ezt a döntést, és most már utólag visszanézve nagyon nehezen tudok vele azonosulni. És van egy ilyen érdekes és nagyon merész gyakorlat, amit nem Szent Ignác talált ki, de ő nagyon kifinomultan mutatja be. És ez a gyakorlat az engedelmesség. Tehát, hogy olyan dolgokat tesz meg az ember, amiket nem saját kezdeményezéséből csinál, hanem azért, mert valaki megkérte erre kedvesen, de azért határozottan. És akkor például elmegy az illető zarándokolni, mondjuk 2 vagy 3 hétre, így pénz nélkül, bízva abba, hogy majd be fogják fogadni. És hát kevesen vannak, akik maguktól elindulnának így. A másik ilyen hasonló példa, mondjuk kórházban dolgozni, mondjuk haldoklókkal, vagy nagyon idős emberekkel. Aztán vannak egész egyszerű dolgok is, például elmosogatni. Vannak nagyon ártatlan dolognak tűnik legtöbbünk számára, aztán amikor elkezdik csinálni, akkor kiderül, hogy mégsem annyira ártatlan. Szóval a lényeg az, hogy ez az engedelmesség, mint gyakorlat, olyan helyekre vezet, ahova nem mennék, olyan reakciókat vált ki belőlem, amik amúgy rejtve maradnának, mert nagyon gyönyörűen tudnék imádkozni, mondjuk, hogyha nem idegesítenének állandóan föl azzal, hogy nem úgy rakják be a mosogató, nem tudom, öblítő vízbe, ahogyan én szeretném. És a nagyon érdekes dolog az, hogy rengeteg apró részlet így a rendalkotmányban erről szól, hogy hogyan lesz jó az engedelmesség. És ezeket a rengeteg apró részleteket az ember nagyon nehezen olvassa. Azért, mert számtalan történetet hallottunk idős jezsuitáktól arról, hogy úgy lehetne viccesen mondani, hogy mindegy mi a kérdés, engedelmesség a válasz. Tehát ez egy ilyen, mint egy ilyen abszolút hozzátartozója a szerzetes életnek, tehát ilyen nagyon megrendítő történetek, ahogyan, nem tudom, valaki tanulni szeretne valamit, és akkor mondják neki, hogy nem, mert hogy van valamilyen szabály, hogy azt neked már nem szabad, és lehet, hogy nem is jól van alkalmazva az a szabály, meg lehet, hogy teljesen másra is vonatkozott, hogy el se jutott az előjáróhoz a kérdés, és olyan sebek maradtak emberekben, amelyeket nagyon nehéz úgy megérteni, hogy az miért segített akár nekik, akár bárki másnak. Ezt inkább úgy lehet megérteni, hogy egy nagyon rossz megértése volt, egy felszínes megértése volt az engedelmességnek. És rengeteg ilyen történet kering a mai napig körülöttünk, és ezért nehéz olvasni ezt a Szent Ignáci szöveget, mert újra meg újra ilyen különböző irányokban mindig visszatér az engedelmességre például. És akkor ilyeneket mond, hogy mentegetőzés és duzzogás nélkül engedelmeskedjenek. Nagyon, nem tudom, érdekes, hogy nem csak az a feladat, hogy megcsináljam, valahogy meglegyen, hanem közben egy lelki állapotra is figyeljek.
aztán az elöljáró akaratát tegyem a magamévá, tehát nem belsőleg vitatkozva, hogy na hát, úgy elég könnyű, hogy na, jó van, most még csak 6 hónap a noviciátus, aztán akkor utána már könnyebb lesz, mert már nem fognak így csicskáztatni, vagy már nem fognak. Szóval ilyen módon nagyon, nagyon könnyen jön az engedelmesség. Extra feladatok vannak beépítve. Aztán, hogy az elöljáróhoz tisztelettel és szeretettel viszonyuljanak. És nem akarom az egészet így kiértékelni, hogy tulajdonképpen mit jelent ez, de valami olyasmit jelent ez, hogy van egy nagyon személyre szabott útja annak, hogy az ember megtanul felnőttként viselkedni és élni. Mert ugye itt szoktuk a elöljárók, amikor így vigasztaljuk egymást, hogy mindennek vagyunk kitéve, akkor szoktuk ilyen két lábon járó rorsak tesznek nevezni az elöljárót, tehát akire ugye így bármit rá lehet, mint ilyen tintapacák, amik ilyen szabad asszociációval mindenfélét lehet róla mondani. Körülbelül egy elöljáró is ilyen helyzetbe kerül, hogy hát mindenfélének nagyon könnyen jönnek ilyen gondolatok. És persze ezeket meg tudják, mondjuk egy pszichológus biztos meg tudná magyarázni, hogy ezek hogy mentek vissza, mondjuk, hogy nem tudom, volt egy, nem tudom én, egy matek tanárom, aki így bánt velem, és aki igazságtalan volt, és akkor most ezek mind jönnek, vagy csak ez az egész, ahogyan így élünk ebben a világban. A lényeg az az, hogy ha odafigyelünk a pici részletekre, meg ezeket a gyakorlatokat megfelelően alkalmazzuk, akkor egy nagyon intenzív belső megtisztuláson vezet át, egy nagyon komoly érzelmi érettségre vezet el ez az út, ami a lelki gyakorlatok után vezet, és ami jóval tovább tart, mert ezekre a dolgokra hosszabb idő kell, ezt néhány nap alatt ezek nem tudnak változni. Reakciók jönnek, és ahhoz, hogy lassan a viselkedés változni tudjon, ahhoz időre van szükség. Itt még csak egy mondatot kivettem megint a rendalkotmányból, mert erről is látszik, hogy mennyire másként gondolkodott, másként használta Szent Ignác például ezt az engedelmesség gyakorlatot. Nagyon fontos, hogy az, aki olyan helyzetben van, hogy úgymond parancsolhat, vagy mondhatja a másiknak, hogy mit tegyen, nagyon jól ismerje azt, hogy kinek mondja. Mert két embernek mondom ugyanazt, és teljesen máshogy reagálnak, és az egyiknek használ, hogy valami olyat kihozok belőle, amiről nem is gondolta volna, és a végén ő is örülni fog neki, és a másikat csak mondjuk még jobban bele nyomom egy ilyen kisebbségi komplexusba talán, akkor rögtön mindig vidáman mondja, hogy igen, igen, de egy ilyen állandó morgolódással él. Tehát, hogy nagyon fontos, és akkor válik egy olyan gyakorlattáz is, ami segíteni tud. Na és akkor tulajdonképpen most visszatérnék a kiinduló kérdésre, hogy mit is jelent az, hogy kimondja ezt a bombasztikus mondatot egy általános lendülés, hogy a Jézus társaságnak megtérésre van szüksége. Hogy tud egy kollektíva, egy közösség megtérni? Úgyhogy hogy lehet ennek valami konkrét tartalmat adni? Ugye mi esetünkben nagyon nagyszerű helyzetben vagyunk, mert ugye látjuk ezeket a nagy forrásokat, amelyekhez visszanyúlhatunk, és láthatjuk azt, hogy hogyan történt meg egy megújulás a lelki gyakorlatos könyv körül. Ezt már egy pár szóval említettem. Tehát egyszerűen elkezdték olvasni jezsuiták, hogy mi van ott. Ezt ma nehéz így elképzelni, de vannak feljegyzések, meg cikkek. Nagyon sokat küzdöttek a jezsuiták azzal, hogy sokak számára úgy tűnt a lelki gyakorlatos könyv, mint valamilyen középkori relikvia. Ami nagyon fontos, mert a Szent Ignác írta, de olyan túl sok hasznát nem vesszük ebben a mai világban, ami annyira más. És olyan emberekre volt szükség, akik egyszerre becsülték, meg egyfajta érdeklődéssel fordultak e felé a szöveg felé, meg egyszerre becsülték a tapasztalatot is. Azt, amit emberek elmondtak nekik, hogy az Istennel ők hogy vannak. Mi az, ami tényleg segített nekik. Ez tényleg az egyik legizgalmasabb beszélgetés volt, amit ezzel a francia jezsuitával folytattam, Maurice Giulianinak hívják, és elmesélte, hogy egy lelki gyakorlatos házban hogyan kezdtek egy néhányan
szombat délutánonként, amikor szabad program volt, akkor összejöttek, és erről beszéltek a lelki gyakorlatuk egy-egy pontjáról, és hogy ki hogyan próbált ezt alkalmazni ezen a héten, és milyen tapasztalataik születtek. És akkor hétről hétre kezdtek rájönni, hogy valami nagyon fontos területre léptek be, aztán egy idő után a provinciális felfedezte, hogy itt valami izgalmas dolog van, akkor elkezdtek cikkeket írni, folyóiratot alapítottak, és egy néhány éven belül az egész Jézus Társaságban megváltozott a lelki gyakorlatadásnak a módja. És ez, amit most így természetesnek veszünk, ez körülbelül az 50-es évek végén, a 60-as évek elején terjedt el. Aztán persze eljutott Amerikába, és akkor ők aztán nagyon gyorsan népszerűsítették ezt az új módit. Most azért említem ezt, mert van egy modellünk a megújulásról, ami nagyon sokat segített, és ehhez az kellett, hogy az Ignác könyvét komolyan vegyék, meg hogy olyan emberek kezdjenek ezen gondolkozni, akiknek van tapasztalatuk, akik lelki gyakorlatozókat hallgattak nap, mint nap, akik ott imádkoztak. És ugyanúgy megvan a most esedékes megtéréshez is a könyvünk, amelyik a társaság egészére vonatkozik, erre a nagy hajóra, nem csak az egyes gyümölcsökre, és van tapasztalat is, mert vannak rengetegen, akik növendékekkel foglalkoznak, novicius mesterek, stb. Ami a nagy különbség az, hogy ez a kettő ez nem találkozik össze. A rendalkotmányról nagyon kevés dolgot mondanak, írnak, és azt ilyen spirituális szakértők írják általában, akiknek azt mondják, hogy hát olyan kevés gondolkodás van a rendalkotmányról, menj el és írj egy doktori dolgozatot, és elmegy és ír egy doktori dolgozatot, és akkor utána még sok cikket is tud publikálni utána. De akik a noviciusokkal foglalkoznak a mindennapokban, ott nem nagyon mernek beleszólni ezekbe a tudományos dolgokba. Úgyhogy ők csak megmaradnak így a rengeteg eszmecsere van, hogy mit hogyan lehetne csinálni, de nagyon-nagyon ritka. Én nem tudom, hogy 10 év alatt, amíg körülbelül a szakmában voltam, hát egy-egy ilyen hivatkozást elvétve, hogyha hallottam a rendalkotmányra, ami szerint pedig kéne menni a dolognak. Tehát itt van tulajdonképpen a potenciál erre a megújulásra, amiről beszél a 36. általános rendgyűlés. És itt alul, tehát ezt összefoglaltam, hogy körülbelül erre volna szükség figyelni a szövegre, aztán figyelni, hogy tud gyümölcsöt hozni, és akkor ha hallom, hogy hoz gyümölcsöt, akkor már komolyabban veszem a szöveget is. Ez, ami egyszer már működött. És van egy ilyen megfelelés is, hogy az 1950-es években, hát aki így járt a világban, vagy akár csak Magyarországon, nem annyira lehetett már, mert be volt már tiltva, de pont most egy néhány napja kerültek elő képek a régi Manrézáról. Hát az impozáns, hatalmas folyosók, a nagy előadótermek, egy hatalmas épület volt, és ez a hatalmas Horánszky utcai épület is mondjuk a két világháború között nőtte ki magát ekkorára, és nem voltak a jezsuiták egyedül, az egyház is ilyen erős volt, nagy intézményekkel. És a szomjúság az egyre nőtt a személyes lelkiségre. És a lelki gyakorlatos megújulás az ebben tudott embereknek segíteni, és ezért van annyi gyümölcse Magyarországon a mai napig is. Most olyan helyzetben vagyunk, hogy meglepően nagyon könnyen, tehát így följönnek emberek, és néhány napi imádság után nagyon mély személyes tapasztalataik alakulnak ki az Isten szeretetéről, a hivatásukra rátalálnak emberek. Tehát ez a spirituális része a lelkiségünknek, ez tulajdonképpen valahogy olyan a világ, vagy olyan a korszellem, hogy ez most viszonylag könnyen hozzáférhető. Viszont másrészt meg azt látjuk, hogy a közösségeink azok válságban vannak. Tehát, hogyha a jezsuitáren nagy hajóját néznénk, akkor tehát, hogy mennyi a létszáma a jezsuitáknak világszerte, hát az nagyon meredeken fogy. Tehát körülbelül egy évben 300-400-al kevesebb jezsuita van mindig, mint az előző évben, mert annyival többen halnak meg annyian kilépnek, ahhoz képest annyian belépnek. Tehát most vagyunk mondjuk olyan 15 000-en, és ez ilyen nagyon-nagyon jelentős mértékben csökken. Tehát ez a nagy hajó, amelyik ezt a sok lelkiségi kincset nagy mértékben hordozza, ez süllyed, ez a nagy helyzet. És ez egy általános, nem csak a miénk süllyed egyébként, nem vigasztal annyira, de mondjuk nagyon sok más ilyen nagy hajó is süllyed, vagy pedig már el is süllyed.
nagyon nehéz lelki tapasztalatra szertett emberekből közösséget formálni, olyat, amelyiknek utána tartása is van, amelyik utána képes feladatokat magára vállalni. És pont ebben, amire most annyira szükség van, pont ebben vannak az ignáci lelkiségnek a nagy, még kiaknázatlan tartalékai. Ez egy nagyon izgalmas kérdés, azt hiszem. Valójában ezért mertem ilyen nem túl vidám dolgokról beszélni, mert reméltem, hogy sikerül így optimistán kihozni a dolgot, de tényleg ebben nagyon hiszek, hogy nagyon konkrétan, tulajdonképpen nagyon könnyen elérhetően ott van a kezünk ügyében a lehetőség arra, hogy ez a megújulás elinduljon. Itt most már be fogom fejezni az előadást lassan. Egy példát szeretnék még, ez az utolsó dia, amit mutatnék. Egy példát szeretnék erről, hogy ez hogyan van Ignác gondolatában. Hogy olyan emberek, akik képesek megtapasztalni azt a békét, azt a belső erőt, ami az Isten lelkétől jön, azok hogyan fognak tudni közösséget alakítani. És ez egy bekezdés a rendalkotmányból. Ugye a legfontosabb dolgokat kiemeltem belőle, tehát tulajdonképpen nagyon egyszerű a dolog. Próbálj meg úgy élni, hogy elsősorban erre a belső békére figyelsz. És ennek érdekében az érzékek kapuit használd rendezetten. Tehát ez ugyanaz, mint amit a lelki gyakorlaton csinálsz, hogy akkor a rendezettség az azt jelenti, hogy kikapcsolod a mobiltelefon, nem nézel tévét, nem beszélgetsz másokkal, tehát akkor nagyon-nagyon az érzékek kapui nagyon szűkre vannak véve, és akkor tényleg egyszerűen csak az Istennel való kapcsolatot szolgálja minden. Egy noviciátusban nyilván az érzékek kapui az kicsit tágabbra van véve, mert azért nagyon sok beszélgetés van, sok mindenre oda kell figyelni, de ne nyisd túl tágasra, mert akkor ez a belső erő, ez a béke, ez el fog veszni. És aztán ezt próbáld meg kifejezni. Akkor, amikor beszélsz, valahogy érződjön rajtad. Akkor, amikor csöndbe vagy, akkor valahogy érződjön rajtad. Vagy hogyha hadonászol, vagy szaladsz, vagy mozogsz, metakommunikálsz. Ezek részben a lelki gyakorlatból ismerős feladatok, és részben pedig ilyen plusz további feladatok. És nagyon sok izgalmas kérdés jön, hogyha mondjuk egy csapat fiatallal erről elkezdünk beszélni, tulajdonképpen ez mit is jelent, hogy ezt a békét. A békét azt általában tudják, meg tudják különböztetni, hogy mi egy igazi mély béke, csak egy ilyen felszínes testbecségtől, amikor éppen nem vagyok ideges, de nincs is bennem az Isten béké, az a sálom, az az élettel teli elevenséggel, figyelmességgel, erővel teli béke. Tehát ezt általában meg tudják az emberek így különböztetni, de mondjuk, hogy ezt hogy lehet kifejezni, az már nem is olyan egyszerű. Tehát mondok például egy példát, hogy erről beszélgetünk, és akkor valaki azt mondja, hogy hát ez így nagyon jó, de hát én még nem vagyok annyira profi, én bennem azért nincs mindig béke, van, hogy iszonyú dühös vagyok. Akkor mit kell csinálni? Akkor fejezem ki a dühösségemet azért, hogy szétcsapok, mert akkor vagyok őszinte, ugye? Vagy pedig mosolyogjak azon az áron, hogy akkor nem vagyok őszinte. Ugye egy érdekes dilemma. Általában nincs benne így a lelkiségi könyvekben ennek a megfejtése. És engem is ugye egy kicsit váratlanul kapott, hogy tényleg, hogy is van ez, és hogy akkor hogy kéne ezt, akkor jól vagy, mert mit is mond az Ignác. És akkor nagyon érdekes volt egy novicius, mondta, hogy neki lenne egy hozzászólása, és arról kezdett beszélni, hogy ő egy ilyen drámatagozatos középiskolába járt, és hogy tulajdonképpen itt a színház elméletnek az alapkérdéséről van szó, hogy hogyan tudok eljátszani valamit a színpadon, mondjuk egy csalódott férjet, vagy nem tudom. És akkor az egyik, nem is tudom, mondta is az orosz nagymestert, aki ezt így tanította, hát akkor azt kell csinálni, hogy felidézel emlékeket, csalódás emlékeket, mielőtt kimész a színpadra,
és akkor amikor elkezdesz játszani, akkor abból tudsz jól játszani. Tehát a belsőnek, meg a külsőnek így jön meg az összhangja. És azt mondja, hogy volt egy másik, aztán 10-20 évvel később volt ennek a másik nagy orosz rendezőnek a fénykora. Ő meg azt tanította, hogy ha el kell játszani egy csalódott félet, akkor egyáltalán ne belül készülj erre, hanem állj ki a színpadra, és kezdj el úgy mozogni, úgy gesztikulálni, úgy ejteni a szavakat, mint ahogyan a csalódott emberek ezt teszik. És ne aggódj, mert előbb-utóbb meg fogod látni, hogy tényleg olyan hangulatba fogsz kerülni belül is, ez meg fog jelenni. Ezt azért mondtam, mert egy nagyon izgalmas dolog, tehát egy régi-régi filozófiai kérdés, hogy a belső, meg a külső, hogy ez hogy van összhangban, hogyan hat egyik a másikra. És itt valami ilyesmit szeretne a Szent Ignác, de nem mondja el részletesen, hanem nagyon sokat hagy a kreativitásra, hogy hogy lehet tényleg ezt jól, szépen, ügyesen megoldani. És ennek a noviciusnak a megjegyzés egyszerűen az egész problémát, mintha elfújták volna, mert valahogy átjött mindenkinek, hogy hát ez nem itt így is lehet csinálni, úgy is lehet csinálni, az a lényeg, hogy valahogy megmaradjon a figyelem erre az Isten közeliségre is, meg arra is, hogy ezt ki kell fejezni ténylegesen. És akkor ennek a bekezdésnek a csattanója, hogyha így ezeket a gyakorlatokat mindenki csinálja, és egymás felé tisztelettel és megbecsüléssel vannak, akkor ebből az következik, hogy egymásra nézve az áhítatban növekedni fognak, és magasztalni fogják Urunkat, Istenünket, akit mindenki a másikban, mint Isten képmásában felismerni törekedjen. Tehát az történik ebben a közösségben, ha ezeket a gyakorlatokat csinálják a tagok, hogy nem csak egy személyes hozzáférést őriz mindenki az Istenhez, ami a lelki gyakorlatok csöndjében megszületett, és akkor próbálom őrizgetni, és akkor egy ilyen kicsit ellenséges világban, jaj, nehogy valami bántsa ezt a lelki tapasztalatomat, hanem az történik, hogy mintha az Isten lehetőséget kapna arra, hogy új módon mutatkozzon meg a közösség tagjai számára, méghozzá így, hogy amit a teológiából tudunk, hogy az Isten képére és hasonlatosságára vagyunk teremtve, hogy ez valahogy tapasztalattá válik, hogy tényleg jó ilyen módon együtt lenni, és az Isten meg tud mutatkozni ezen a közösségen keresztül olyan erővel, meg olyan váratlanul, ahogy sokan, akik mondjuk nem volt testvérük, vagy soha nem tapasztaltak igazi közösséget a családban sem, vagy máshol sem, nagyon meglepőnek és tényleg igazi kinyilatkoztatásnak élnek meg. Úgyhogy itt kezdődik egy olyan lelkiség, amelyik túl van a lelki gyakorlatos tapasztalaton, túl van azon, amit mi jezsuiták így mindig szoktunk emlegetni, meg szolgálni embereknek, és várják azt, hogy felfedezzük a magunk hasznára is, és azért is, hogy másoknak is jobban tudjunk segíteni. Köszönöm a figyelmet, és ha még van idő kérdésekre, akkor lehet róla szó. Foglalj! Ez a legutolsó felvezetésed, ez, hogy tényleg hogy lehet őszintének is lenni, meg pozitívnak. Ugye biztos ismered a Teréz anya könyvét, Teréz anyáról a könyvet, hogy ő nagyon sokáig hordozta ennek a kínját, hogy belül sötétség, kívül meg mosoly, hogy ez mennyire őszinte, mennyire fari, és akkor valahogy abban találta meg, hogy tudom, hogy a felhők fölött süt a nap, ezért nyugodtan mosolygok, akármilyen sötétséget is tapasztalok magamban, vagy a világban, vagy bárhol. És ezzel úgy föloldotta, hogy tényleg az az ismert, gyönyörű, hiteles mosolya, az úgy meg tudott maradni. Még eszembe jutott itt a végén, ugye ez a tartsd meg a rendet, és a rend megtart téged. Csináld, és akkor az majd, tehát ez az orosz rendezőnek, a másodiknak a dolga. És hát ez örökké ez a probléma belülről,
vagy kívülről. Ugye a kívülről arra rátelepedhet egy dresszúra, egy összes káros következményeivel, de a pozitív következményeivel is, hogy valami elindul belül. A belülről ott pedig megint csak az összes pozitív következménye, hogy hiteles és valódi növekedés, de az összes negatívval, a lustasság, a kényelem, a minden. Ez csak úgy kicsit így a, nagyon, nagyon személyesen is nagyon nagy örömmel hallgattalak, és azt a dolgot, hogy amikor a jezsuita formálódásról, vagy a Szent Ignáci lelkiség hatása, formáló hatásáról, hogy van, hogy nagyon világos volt, hogy amit Ignác mindig mondott, hogy ő nem valami sajátos embercsoportnak a változásáról, hanem az ember. Tehát ahogy ő saját maga, ahogy az a rengeteg ember, aki ment hozzá tanácsért, vagy akinek tudott segíteni, hogy tehát ez az embernek az útja. Tehát, hogy ez valahogy számomra úgy nem volt rajta állandóan a jezsuita pecsét, hanem az embernek a pecsétje. Tehát, aki tényleg akar növekedni, akar keresni továbbhaladáshoz forrásokat, hogy annak a számára tud Ignác tényleg egy nagyon nagyszerű segítséget adni. És hát tulajdonképpen ez az, ami miatt itt vagyunk most, nem sok jezsuita ül, hát azért Rulék atya is itt van, meg a Szent Ignáci lelkiségnek, akik valamilyen módon hát elkötelezettek, vagy fontosnak tartják. Esetleg meg is kérdezném, hogy ki az, aki valahogy valamilyen formális módon is, ha nem is, nem tudom milyen formálisan, de mégis a Szent Ignáci lelkiséghez kötődik. Ugye tudjuk, hogy a bogaraknál nagyon fontos az Ignáci lelkiség, a kék csoportoknál fontos, a különféle szerzetes közösségekben is. Úgy érdekes, hogy kit mi hozott be most erre az estére. Nagyon örülök, hogy ilyen eleven érdeklődés volt. Én sok kérdést itt fölírtam, meg hogy az kell, hogy belépjek vele, de valószínűleg nem kell, mert biztosan vannak nagyon inspiratív előadásoknak, biztosan vannak kérdései az itt ülők között. Tehát akkor most, ami következik, egy beszélgetés. Tehát nem kis előadások, kérdés, tehát egy normális beszélgetés. Tehát ha van-e valaki, aki szeretné kezdeni? Igen. Köszönöm szépen, egy olyan kérdésem lenne itt az érzékek apai, meg a belső béke kapcsán, hogy volt olyan tapasztalata, hogy már olyan mély vagy erős belső béke van, hogy nem kell ezeket a kapukat zárva tartani, mert erősebb annál. Persze, szerintem valójában ez van egy józan határ, amire azért vonatkozik szerintem, hogy jó, amikor az ember tudja, hogy jó, most ebből ennyi elég volt, de alapvetően ennek az útnak az iránya arra felé vezet, hogy az ember egészen nyitott tudjon lenni. Tehát ez, amit így ezzel a kicsit szokatlan szóösztetétel, hogy szemlélődni a mindennapokban, ezzel szoktunk jelölni, ennek pont ez a lényege, hogy aki ezen az úton jár, az nem ilyen zártá lesz, mint ahogy nem tudom, nekem is úgy tűnt az elején, hogy jaj, akkor most nem tudom, nem szabad fölemelni. Voltak régen ilyen szabályok ugyanis, hogy nem szabad fölemelni a szemet, csak nem tudom eddig. És akkor egy napig próbálgattam a noviciátusból, ez olyan katasztrófa lett belőle. ez nem ez. De tehát ennek az eredménye ez, hogy észreveszek olyan dolgokat, amiket eddig nem vettem észre. És mondják az ismerősök, hogy jé, most meghallod, amit pedig már 20 éve mondom, de még nem hallottad meg. Most elkezdett, tehát hogy egy nyitottság az eredménye az egésznek, igen. Tehát hogy ennek van egy útja, és ezek a gyakorlatok, ezek azoknak szólnak, akik éppen kezdik ezt az utat. De hogy ugyanaz a szemlélődésben, amikor csöndben ott vagyok az Isten előtt, akkor is
az alapélményem az, hogy egy teljes nyitottság, egy nagymértékű nyitottságra tudok eljutni. És ha ugyanez így az életben is, igen. Mintha itt is lett volna valaki jelentkezett, nem? Hogyha az embernek a fizikai, ha az embernek a fizikai léte kerül veszélybe, akkor hogy tudja érvényesíteni a lelkiséget? Ha az ember testi nyavajákkal küzdik nagyon erősen, akkor hogy van energiája, ideje, lehetősége egyáltalán, hogy a lelkiekkel foglalkozzon? Jól értelmezem? Nem csak beteg vagy nyavajákra küzdik, hanem a fizikai léte kerül konkrétan veszélybe, akkor hogy tudja érvényesülni? Esetleg a lelkiséget egyáltalán lehet? Krisztusnak a kereszten volt a lelkisége, jól mondom? Tehát itt, amiről beszélni próbáltam, az a lelki gyakorlatokra is vonatkozik, meg ugye a jezsuita életre is, hogy alapvetően az igaz, hogy mindenkinek szól, de alapvetően mégis olyanoknak szól, akiknek van alapvetően egy energiájuk, akikben van egy bizonyos erő az élethez. És arról, hogy aki, amikor a fizikai létem veszélyben forog, vagy legalábbis veszélyben érzem, hogy tudnak ezek a dolgok segíteni, azt arról meg vagyok győződve, hogy igen. Méghozzá azért vagyok meggyőződve róla, mert hallottam más emberektől, én még nekem nem volt ilyen tapasztalatom, de hogy a nagyon sok kulcs fogalma van így az ignáci lelkiségnek, amiről most nem beszéltem, de az egyik ez a belső szabadság, ami nagyon küzdelmes tud lenni, de valahogyan mégiscsak egy olyan tapasztalatra el szoktak jutni emberek, hogy valahogyan a létemet, vagy a létem az még alapvetőbb, mint az életem szinte. Tehát, hogy akkor is, amikor rosszul megy, mondjuk a piciben rosszul megy mondjuk egy imaidő, vagy rosszul sikerül egy nap, vagy visszajön egy betegség, amiről már azt gondoltam, hogy megszabadulok tőle. Ezekkel a dolgokkal kapcsolatban is meg lehet találni egy olyan szabadságot, ami ezeket nem csak elviselhetővé teszi, de ezek mellett is sikerül az Istenre figyelve nyitva maradni. De ezt egyáltalán nem akarom úgy, én azért utálok mondjuk ilyen ignáci lelkiségi dolgokról előadást tartani, mert nagyon könnyen így a szavak abszolutizálódhatnak. És pont, hogy elveszik annak a lehetősége, hogy aszerint tudjak segíteni, amire éppen valakinek szüksége van. Tehát például így a szenvedésben, hogy hogyan lehet az Isten megtalálni, erre például rögtön a Pálos Antal atya jut eszembe, akit hát nagyon 90, nem is tudom hány évesen halt meg, és borzasztó szenvedések közepette töltötte az utolsó éveit, és hát ő így kiképezte, így a novíciusokkal egyszer-kétszer meglátogattuk, és hát mondta nekik, hogy hát ez... Tehát, hogy nagyon dühös volt a Szent Ignácra, mert ilyeneket írt bele ebbe a híres rendalkotmányba, hogy a betegség, és hogy nem kisebb ajándék, mint az egészség. És hogy akkor is meg lehet az Isten. És akkor ezt így latinul mondta a Pálos atya, hogy non minus tonum. És akkor, amikor így nagyon nehéz volt neki, akkor a Szent Ignác képét befordította a fal felé. És akkor Szent Ignác a falat nézte egy pár napig, és amikor megenyhült a Pálos atya, akkor így visszafordította. És azt mondja, és nem, tehát ilyeneket, hogy amikor... És amikor éjszaka negyedszer megyek ki négy kézláb a WC-re, és akkor fölnézek, hogy ez neked tetszik, és akkor azt mondja, hogy ez igen. Szóval így, valahogy így humorral csinálta meg a erejének a tartalékaiból, próbálta, ami tőle tellett így az Istennel megtartani a kapcsolatot, és ez nála működött, és másoknál is így azt mondom, hogy tud, igen, itt valami van, ami nagyon tud segíteni, akkor is, amikor úgy látszik, hogy
így emberileg már semmi. Köszönöm. Én az egész előadásnak a legelső képéhez, indításához szeretnék egy kérdést feltenni, hogy mire is vonatkozott az, hogy a jezsuiták így szembenéznek magukkal, ez az önvizsgálat, hogy nem éri a lelki gyakorlat azt, amit ők szeretnének, vagy amit vártak tőle, vagy így. Mi lehet az, amit vártak, vagy milyen hatást éreztek volna olyannak, amit elfogadnak? Tehát itt nem érződött számomra, hogy ez a hiányérzet pontosan mire vonatkozik. Mi lett volna az, amivel úgy megelégedtek volna? Mi az, ami hiányzott? Ha erről egy kicsit így. Valószínűleg nyilvános gyónás nélkül is lehet erről beszélni, nem tudom. Én nem voltam ott, és nem tudom. Ez a rövid válaszom. Mondjuk találgatni tudok, tehát hogy nagyon sok fájdalmas történet van világszerte jezsuitáknál. Tehát például az én esetemben, vagy az én ismeretségi körömben, tehát mi 12-en kezdtük el a noviciátust, és most 2-en vagyunk a 12-ből. És nagyon sokan például kiléptek, és akiket így követ, vagy közelebbről ismertem, többen vannak, akiknél jó, hogy kiléptek, mert valóban nem láttam rajtuk, hogy jezsuita hivatásuk lett volna, de vannak olyanok, akiket nem értem, hogy miért lép, nem értem, hogy mi történt. Nem kaptak segítséget, hogyha nem passzol össze ezzel a lelki úttal az, ami történt, ahogy a sorsuk alakult. És hogy ilyenből van viszonylag sok. Nem olyan régen a Bartók Tibor tartott előadást, és ő így a 1600-as éveket vizsgálta így a doktori dolgozatában. Akkor is volt egy ilyen korszak a jezsuitáknak, hogy elégedetlenek voltak saját magukkal nagyon. Mert nagyon a külső feladatokra fordították az energiájukat, rengeteg újat építettek, iskolákat hoztak létre, stb. És valami belül elkezdett szerte fosztani. Elvesztették a belső tartásukat. És kívülről hatalmasnak néztek ki, és erősnek, és belül érezték, hogy valami nincs egész rendben. És most is van ilyesmi érzés. De nem voltam ott, úgyhogy be is fejezem a... Hát ez egy nemzetközi fórum volt, hogy ezt a szót használjam, hogy más országokban is lehet hallani ilyen hasonló előadásokat, ilyen beszélgetéseket, ilyen nyilvános gondolkodást arról, hogy mi lehet a hiba, és hogy lehet tovább lépni. Ez egy nemzetközi mozgalommá vált, hogy megújuljon a rend, és akkor ezt próbálja nyilvánosan is valahogy a többiek elé tárni. Engem az is meglep, hogy erről a kérdés, hogy nyilvánosan beszélgetünk. Nekem ez is kicsit furcsa igazából, hogy miért kell ezt az egész kérdést, hogy a jezsuiták önmagukkal vívódnak. Ez miért olyan fontos, hogy ezt be mi is részesek legyünk, vagy bekapcsolódjunk. Ez két külön kérdés, de azért mindenképpen izgatna, hogy van egy nemzetközi megújulási törekvés, és tényleg mi a szerepe annak, hogy ezt nyilvánosság elé tárják a jezsuiták. Téged ez személyesen egy kicsit zavar, vagy felszabadít? Hogy ez inkább azt mondanám, hogy az, hogy egy ilyen rendgyűlésen ez szóba kerül, az nem különlegesség. És ez egy nyilvános szöveg. Tehát, hogy ezt elérhetővé teszik, ezt az interneten is meg lehet találni, vagy ki van adva könyvben is, kötetben is, különböző mindenféle nyelvekre le van fordítva. Tehát valóban a jezsuiták magukról gondolkodnak, de ezt olyan módon teszik, hogy ez mások számára is látható ilyen szinten. Én ezt azért gondoltam, hogy érdekes lehet mondjuk ebbe az évben több beszélgetés van így jezsuita lelkiségi, meg jezsuita témákról. Én pont azért gondoltam ezt érdekesnek talán mások számára is, mert ott van. Tehát számomra felszabadító az, hogy lehet látni gyöngeségeket, lehet látni
kihagyott zicsereket, de olyan módon, hogy lehet mögötte látni azt is, hogy van még egy olyan gazdagság, vagy egy olyan kincs, amit még csak most fogunk felfedezni. Tehát, hogy kicsit úgy lehet látni az ignáci lelkiséget, hogy mint amikor az ember itt talál egy kincses bányát, de hogy valahogy az előszobában megakad, mert annyi minden akad a keze ügyébe, hogy akkor ott eltölt 50 évet mondjuk, és ezért nem lép tovább az igazi kincsekhez. És hogy valahogy egy ilyen állapotban vagyunk, és ez azt hiszem, hogy ez számomra nagyon sok reményt ad, és azt hiszem, hogy akik mondjuk kicsit mélyebben érdeklődnek irántunk, azok számára is adhat reményt. És ez nem egy olyan remény, ami egy ilyen kincstári optimizmus lenne, ami az arra alapul, hogy hát nem látjuk azt, ami baj. Számomra ez így, és talán azért is, mert elég nagyok vagyunk ahhoz, elég meghatározók az egyházban, hogy azok, akik ránk néznek, azok is láthassák, hogy milyen irányokba gondolkodunk. Behoznám azt a szempontot, hogy ugye az egyház az általában szerencsés esetben kicsiben hozza a mindezt a problémát, ami a világban van, az egyház a világból van. Tehát, hogy begyűrűzünk ennek a világnak a gyermekei Jézus körül, de hozzák a problémát. És azt gondolom, hogy ilyen módon ez a probléma egyfajta identitás, bizonytalanság, veszítés, vagy megállás, vagy nem kellő formálódás, ez nem csak a jezsuitákra jellemző, hanem általában a mai emberre. Egy megrekedt kultúra, egy nagyon nehéz az Adelphos, vagy az Antroposznak a felfelé tekint a húzása. Ez egy nagyon-nagyon, azt gondolom, hogy ennek a tünete is a jezsuitáknál ez a probléma, amiről itt beszéltünk, ami a világban nagyon súlyos probléma. És talán egy ilyen beszélgetés az, aki figyel, hallja, hát talán segít, hogy a saját életében, saját környezetében ugyanazzal a problémával ezeknek a szempontoknak is talán a segítségével, hogy tudjon kitörni egy ilyen lefele tartó útból. Hát legalábbis azt... Igen, még annyival kiegészíteném talán, hogy fel se tudjuk fogni, hogy milyen hatalmas változásokon megy keresztül a világ ezekben az évtizedekben is, vagy az elmúlt évszázadban is. Gondolkodásmódban az egész tudományos forradalom még mindig nem csengett le. Tehát még benne vagyunk, és ráadásul ami az emberre vonatkozik, tehát a csillagászatban ott már nagyjából megvolt mondjuk a kopernikuszi fordulat, meg biológiában már a darwinizmus az, tehát alapvetően úgy látjuk a dolgokat, mint amik folyamatban nőttek ki egyik a másikból. Tehát az, hogy az időnek milyen hatása van akár a fizikai világban, akár a biológiában. Ezeket már nagyjából tudjuk a helyén kezelni, de hogy az ember változik, az, ami a pszichológusoknak tulajdonképpen a fő kutatási területe, meg hogy azért tudnak annyira dominánsak lenni, akkor, amikor segítséget kell nyújtani, vagy akkor, amikor gondolkodni kell az emberről, mert ezt a paradigmát elkezdték alkalmazni. A gyerekkoromban mondjuk történt valami, és akkor annak ez a gyümölcse. Tehát az emberről való gondolkodás, és ez mondjuk még csak 100 éve kezdődött el, annyira nagy átalakulásban van, és mindig, amikor ilyen nagy átalakulások voltak, akkor vagy a szerzetesség ilyen laboratórium szerűen működött. Tehát, hogy kis közösségek elkezdtek, valamire ráéreztek, valamivel elégedetlenek voltak, és elkezdtek maguk között kialakítani valami újat. És aztán ez nagyon sokszor elhalt, nagyon sokszor úgy nem lett belőle semmi, de a meghatározó pontokon, ha visszanézünk a történelemben, akkor a megújulások azok így születtek, hogy néhányan valamire ráéreztek, valahogy ebbe az irányba kell mennünk. És hogy most van egy ilyen idő, van egy ilyen kairosza ennek az egész kérdésnek. És hogy ez valóban így van, tehát az egyház leképezi a világ problémáit, a jezsuita rend meg leképezi az egyház problémáit, és hogy ezért, ami számunkra remény, az remény lehet mások számára is. Még egy utolsó szólás, viszem a mikrofont, hogy nagyjából 7:30-ig terveztük, úgy is hirdettük, hogy ne tudja mindenki, hogyha egy kicsit még türelmes, nem kell elmenni az est közben.
Ehhez az utóbbihoz szeretnék csak hozzászólni, hogy nem csak az emberiség van ilyen, tehát hasonlóan nehéz helyzet, de én szerintem az Isten, a Szentlélek mozgatja ezt az egészet, és én is tapasztalom, hogy szerintem így akik mondjuk így privát szférában keresik az Istennel való kapcsolatot, és ezt a szemlélődő imamódban mondjuk megtalálják. Nekünk nagyon nagy segítség az, hogy pont beszélnek erről mondjuk a szerzetesek, akik sokkal többet foglalkoznak ezzel is sokkal mélyebben, mert valahogy tényleg előttünk járnak, de én azt érzékelem, hogy még a nem hívő világban is egy óriási szomjúság van. Tehát tényleg a pszichológusok keresik a kapcsolatot mondjuk a hívőkkel, és keresik a bizonyos eseteken keresztül, hogy milyen megoldások vannak az ilyen kríziseknél, amikor nem csak az egyes ember van krízisben, hanem az egész világ. És szerintem ehhez így nagyon jó, hogy van ilyen sok ilyen beszélgetés, közös gondolkodás, és főleg a Szentléleken keresztül. Köszönöm, igen. Ez egy külön téma lenne, hogy így a pszichológiának, meg a hitnek a kapcsolata, és most tehát egy ilyen nagyon ellenséges valami volt, főleg így azt hiszem, hogy papok részéről nagyon sokszor gyanúsak voltak a pszichológusok, mert hogy valahogy, mintha beavatkoznának a papok illetékességi területébe, vagy nem tudom, ők akarnak segíteni, nem tudom egész pontosan, hogy mik voltak. Most nagyon sokszor nagyon keresik egymást. Alapvetően viszont van egy nagyon komoly kérdés. Ezt valaki így fogalmazta, hogy az a kérdés voltak éppen, hogy a pszichológia, mint emberre fókuszáló segítő szakma, fogja a spiritualitást elkezdeni felhasználni a saját céljára, vagy pedig képes lesz a spiritualitás, vagy a teológia, vagy az istenkeresés elkezdeni befogadni mindazt, amit az emberről megtanultunk az elmúlt évtizedekben, azért, hogy az Isten felé tudjon az embert nyitni és vezetni, ami az embernek is jó, de alapvetően a fókuszban az Isten van. Akkor a befejezéshez jutottunk, ugye még azért ez a pszichológusok, teológusok, ugye emlékszem, amikor 90-ben visszajöttem Kanadából a szívújsággal, akkor az egyik fontos gyümölcse volt ennek a nyitás a magyar társadalom felé, hogy elkezdtük először csak a Csirszka tanítványokkal, akkor még Rosenberg Házaspár utcában, a mai Hold utcában, ott a gyermekmentálpszichológusokkal azt, hogy egy beszélgetés, mindegyikük hívő volt, pszichológia, teológia, spiritualitás, hogy tud egymást segíteni, és akkor ebből nőtt ki ugye a katolikus pszichológusoknak a baráti közössége, aztán ez annyira, hogy dobogókön kezdtük minden évben tartani a nagy hétvégéket, könyvben megjelentek az előadások, szóval ezek. Na, még egyre hívnám fel a figyelmet, hogy amit a vége fele, nekem ez a befejező hozzászólás, ez annyira más dimenzióba emelte még a beszélgetésünket, a te kairosz hivatkozásodra játszik rá, ugye, hogy talán a lélek az, aki mozgatja ezt az egészet, hogy kiborítja a globuszt a komfortzónájából, hogy mi gyerünk tovább, mert itt van más is, úgyhogy ez önmagában, mint egy lehetséges örömhír. Szeretném figyelmükbe ajánlani, nem tudom, hogy eljutott-e kihez, hogy a napokban volt az 5. évfordulója Franz van der Löcht holland jezsuita meggyilkolásának, és magyar szinkronnal felkerült az internetre egy 7 perces animációs film, ami nagyon többször is megnézésre ajánlható, és nagyon jó impulzusokat tud adni. Itt behoztam, mert van még elég sok belőle, szintén gyökerében visszamegy a pápai imaszándék és az imaapostolság a jezsuita közösségre, és ebből van, ugye most már évek óta azt hiszem a legtöbben ismerik, és talán van is, a 2019-es esztendőre most már csak egy imaszándék.
ha valakinek nincs és szeretné megnézni, mert benne vannak hasznos információk is, vagy pedig szeretne egy kicsit apostolává lenni ennek és elvisz többet belőle, de úgy, hogy nem csak kiszórja, hanem tényleg akinek gondolja, hogy meg alkalmas lehet, javaslom, itt nyugodtan annyit vigyen ki, amennyit akar. És aztán még annyit egyébként, hogy ez a téma, ami most ment, ez a, igaz, hogy a 36-os rendgyűlésre nem voltál ott, de a 35-ösön ott voltunk, és ott az egyik fontos téma éppen ez a formált jezsuita. Ki a formált jezsuita? Hogy mit jelent az, hogy formált? Tehát ez már ott nagyon elkezdődött, ennek a kérdésnek a boncolgatása, hogy ja. És akkor én befejezésül már csak annyit mondanék, hogy így a hivatás éve jegyében, hogy ugye a ház is ebben az irányban van, és hogy a jezsuita, imádkozunk együtt befejezésül egyet jezsuita hivatásokért. Egy rövid csend, és utána Jézusnak a szép szavait ismételjük el a kéréssel, hogy hát legyen új hivatás, jó hivatás az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Mi Atyánk, aki a mennyben. Tiéd az ország. Ad Urunk, hogy a magyar provincia és a Jézus Társasága szerte a világban, hogy tudjon megújulni régi tagjaiban, fiatal tagjaiban, és kérünk, adj hivatásokat, munkásokat a te aratásodba. Szűz Mária, Jézus Társasága királynője, könyörög érettünk, Kajolai Szent Ignác, könyörög érettünk, az Atya, Fiú és a Szent Élek. Nyugodalmas őszintén.